Nagy iramot, szép játékot kívánok a kedves nézőknek! Az ősz rangadója következik a megyei első osztály 15. azaz utolsó őszi fordulójából. Mórahalom, Csongrád, tiszta fehérben a hazaiak, pirosban pedig a vendégek. Most vonulnak a kezdőkörbe. Üdvözlik majd a nézőket, utána pedig láthatjuk az összeállításokat. Első a Mórahalom 35 ponttal, harmadik a Csongrád 30 ponttal, de ők egyel kevesebb meccset játszottak a második Kistelek elleni rangadóra, jövő héten kerül sor. Nézzük a hazaiakat. Szűcs, Kreisler, Illés Attila, Udvari, Gyimesi László, Siha, Tóth Lukács, Daróci, Kátóth Gyula, Dr. Szőke, Takács. Taktikai rendben ez a következőképpen fest. A cserék, Pipic, Pabdi, Illés Tibor, Sátt, Gyimesi Norbert, Lázár és Purgel, edzőjük Tóth Ákos. A vendégcsapat összeállítása: Bíró, Poják, Bánfi, Ruzsinszki, Lajos, Boldizsár, Lévai, Deli, Bertók, Szepesi, Sarusi. A taktikai rendben ez így néz ki. A vendégek cserejátékosai: Szél, Cibolya, Bárdos, Lekrinszki, Borák és Boldog, edzőjük Keller Mihály. A vendégek legveszélyesebb játékosa a kapus, Bíró Mihály, aki 5 találatával a házi gólversenyben az első helyen áll. Ruzsinszki Ferenccel volt versenyben, tehát ő is 5 gólos. Bertók és Lévai 4-4 góllal követik őket. A hazaiaknál Kreisler letöltötte 8 meccses eltiltását, ezért azon mód vissza is tért a kezdőcsapatba. Mondhatni a legjobbkor, Pabdi Szabolcs Kárán. Ő tehát a hazai együttesben. Lévai egyedül zavarni a helyzetet. És ott a gól! Szőke robban be Siha szabadrugására, és a 16. perc végén szezonbeli 18. találatával megszerzi a vezetést a mórahalmiaknak. Bíró Mihály legalább annyira meglepődött, mint én. Szőke kilépett a védők közül, és a meglepett kapus mellett a hálóba gurított. Azt még nem mondtam, de a megye egy 2 legjobb védelme csap ma össze. A csongrádiak 6, a móraiak 8 gólt engedélyeztek csak ellenfeleiknek. A csongrádiak immáron 7-et. Lévai végzi majd el. 2 tagú a sorfal. A 10-es és a 11-es 9 méterre a labdától. És Szőke ér bele. Aztán egy lövés, és egy óriási góllal egyenlít a csongrádi csapat. A 18-as számú Sarusi Attila kapásból bombázza a labdát a kapuba. Szezonbeli második találatával 1-1-re alakítja a 24. percben a találkozót. Szűcs. Kicsit nehéz helyzetbe hozták őt a társak. Mehet tovább Szepesi a labdával. A gólszerző Sarusi a bal szélen. Sarusi be tudja adni, és ott a második gól. 1 perc alatt megfordítja a mérkőzést a csongrádi csapat. Hihetetlen. Sarusi beadását, ha jól látom, Deli János bólintotta be. Ezzel 1-2 a 25. percben. Nagy összeborulás a csongrádi gólt követően. Mórahalmi rövid zárlat a találkozón. Nem csak kiegyenlít a vendégcsapat, de a vezetést is megszerzi elég gyorsan. Óriási sok a játékosok és a nézők között is. Siha még mindig zavarban.
Na, jó van. Jó van. Deli. Szia, szia, Feri. Ruzsinszky veszi le, Ruzsinszky készül rá a lövésre, és be is talál! A második félidő 18. percében Ruzsinszky Ferenc egyedül áll élre a házi góllövő listán, 6. találata. Teljes mórahalmi sok. A 63. percben 2 gólos a hátrány. Bárdos. Bárdos a sarokban, nem látom, mi történik, egyszer csak Bárdos feltűnik, átcselezte magát a védőkön. Bárdos! 11-es érkezik Bíró Mihály elvégezni. Jön az, amit a hazaiak nem akartak volna. Udvari kap egy sárgát is, ha jól látom. 71. percben. És érkezik a megye egy legeredményesebb kapusa, Bíró Mihály. Tavalyi szezonban 7-szer talált be, tavaly előtt 1-szer. Most a 6. góljára készül. Egyszer azt nyilatkozta az újságban, hogy az egyiket balra, a másikat jobbra lövi, hogy ne tudják kiismerni. Kíváncsi vagyok, hogy most melyik oldalt választja, illetve hogy túl tud-e járni Szűcs Marcell eszén. Bíró tehát. Bíró a felső sarokba bombáz, és ezzel 4-1-re vezetnek a csongrádiak a 72. percben. Bíró 6. góljával holt versenyben Ruzsinszkyval vezeti a csongrádiak góllövő listáját, a hazaiak pedig méretes zakóba kezdenek beleszaladni immáron. Találkozón a mérkőzés legjobbjának a vendégcsapat kapusát, Bíró Mihályt választottuk, aki amellett, hogy bravúrokat is bemutatott, a 4. gólt ő maga szerezte. Hogy alakult ez, hogy te rúgod a büntetőket a csapatban? Köszönöm szépen először is. Hát úgy, hogy tavaly májusban én voltam a második számú rúgó, és akkor a Bertó Gabi Mincent tette el hibáztat fel egyes, és akkor az volt a gomé, ami ma nem hibáztat. És a szezonban ugye ez volt a 6. találatod. Hát az idén, igen. Mennyit tervezel? Hát ősszel azért 6 gól, ez nem szép, nem is teljesítmény. Én úgy terveztem, hogy jó lenne, hogyha legalább 10-et tudnék. Értem, köszönöm. És még egy ilyen magánjellegű kérdés, amikor nem a csongrádia kapuját véded, akkor mivel foglalkozol? Dolgozom a főszponzornál, ő itt a nagy kereskedés, sofőrködöm nála, és a családom. Kisfiam 2 éves, és ő vele vagyok. Hát akkor nagyon jó egészséget kívánok neked is, és a családnak is, és akkor átadnám neked nagyon ezt az szépen, emléklapot. Köszönöm. Gratulálok a győzelemhez, és további sok sikert köszönöm kívánok. Szépen. Köszönöm.